nagyon köszönöm, és nagyon köszönöm a meghívást. Külön a Clickfestnek, és nagyon örülök azért is, mert úgy érzem, hogy egy rendkívül fontos dolgot kell és érdemes a figyelmünk középpontjába állítani, egy olyan rendkívül fontos dolgot, ami rendszerint a mai világban elkerüli a figyelmünket. Valahogy a mai világot úgy rendezték be, hogy a modern ember már úgy gondolja, hogy a világegyetem az valami olyan távoli, állítólag úgy képzeli a modern ember, nem ők benne biztos, de néha ezt, ilyesmit írnak, hogy a világegyetemre a modern ember már nem igazán kíváncsi, illetve éppen elég baja van ahhoz, hogy ilyen távoli és viszonylag megfoghatatlan a külön dologgal foglalkozom, mint a világegyetem, ami ki tudja, ugye, mint csillagászról tőle mindenki megkérdezik, hogy miért, mire jó a csillagászat, és hát az mire jó az emberiségnek, mit hoz a konyhára. És hát ez is mutatja, hogy sokat változnak az idők, és úgy változnak az idők, hogy az ember és a világegyetem, mint hogyha egyre távolabb kerülnének egymástól. És ebben van is valami, csak az is kérdés, hogy jó-e az, hogyha távolodunk attól a világegyetemtől, ami tulajdonképpen az egyetlen egy valóság, ami csak létezik. Igazából ami van, amit valóságnak lehet nevezni, abból egyetlen egy valami van, a világegyetem ez. Minden más, ami létezik, a világ és valóság, az a világegyetem része. Tehát ez azt jelenti, hogy a Föld az nem egy különálló valóság, az ember az nem egy különálló valóság, hanem csak egy valami létezik a világegyetem, ahogy egy képnek a része nem különállóan létezik a képtől, hanem úgy létezik, mint a képnek a része. Ez a nagy kép, az az egész, az a világegyetem, és nincsen önálló élete a kép részének, és ezért azt lehet mondani, hogy a minden, ami létezik, egyetlen egy valóság létezik a világegyetemben. Érdemes-e az embernek ettől az egyetlen egy valamitől, ami valóságos, érdemes-e egyre távolabb kerülnie, vagy rosszul jár vele az ember, mert így a valóságtól kerül távolabb, és hogyha valóságtól távolabb kerül, akkor hamis és fél életet él. Ha a világegyetem az egyetlen egy igazi valóság, akkor a világegyetem az, ami az életünket létrehozta, megteremtette. A világegyetem az, ami a gondolatainkat, az érzéseinket alapjában létrehozza, ami a tetteink végső mozgatórugója. Tehát, hogyha ismerni akarjuk a valóságot, ha ismerni akarjuk a világot, ha ismerni akarjuk magunkat, önmagunkat, a saját életünkkel tisztába akarunk jönni, hogy mi az életünknek az értelme, miért élünk, mi lehet az életünknek a célja, akkor a világegyetemhez kell fordulnunk. Ha az egész elvész a szemünk elől, akkor marad az a modern élet, amiben csak a rész marad meg, az egész elveszi, és így a rész elveszi azt az értelmét, amit csak az egésztől kaphat meg. És az egész nélkül az élet az egy viszonylagos olyan élet, ami puszta tüleklés, törtetés, könyöklés, és ez nem embernek való élet. Másrészt azt is látni kell, hogy a világegyetem az az alapvető valóság, amit ismernünk kell ahhoz, hogy bármiről a valóságnak megfelelő képet alkothassunk. Tehát a világegyetem az alap, és a többi az a rá következő ismeret. Tehát az iskolában először is a világegyetemet kellene tanítani, a világegyetemet kellene megismerni, és ezt kellene tanítani, és minden más tantár csak ezután következhetne, és ugyanígy az életünk területén. És először a világgal kell tisztába jönnünk ahhoz, hogy lássuk, hogy kik vagyunk, miért van a világban. Egy kicsit úgy élünk ebben a modern világban, mint Gulliver Lilliputban, ugye az emberek számtalan sok láthatatlan kis szállal kötözi le őket a társadalom, cövekeli le egy olyan életformát, egy olyan életvitelhez, amit soha nem kívántunk volna magunknak, ami hogyha rajtunk múlna az életünk, soha nem élnék azt az életet, amivel belekényszerít bennünket ez a modern világ. Szinte minden idegszállát leköti a modern embernek az az életvezetés,
az a fajta kényszer pálya, amit a modern társadalom egyre hatékonyabban rákényszerít, és emellett még az ember nem is igazán tud védekezni ez ellen a rendkívül és egyre jobban szervezett hatásrendszer ellen, mert ahhoz, hogy védekezni tudjon, ahhoz látnia kell lenni a pályán. De az ember nem lát a pályán, mert nem, a pálya maga a világegyetem, és amíg nem látjuk, hogy mi a világegyetem, hogy mi a valóság, hogy alapvetően lényegében mi történik velünk, és mi az a valóság, amiről, aminek az ismerete hozzásegíthet bennünket a saját életünk valódi megvilágításához, ugye ameddig ezt nem látjuk, hanem ameddig úgy folyik a játszma, hogy az ellenfélnek a kártyáj, az ellenfél által a kezünkbe adott kártyákból próbálunk játszani, ugye addig nem tudunk magunkat tisztában jönni, mert ahhoz tiszta lappal kellene kezdeni, de a tiszta lap az a világegyetem lenne, és ez a kiinduló pont, és ez az, ami nincs meg. Tehát amíg ez nincs meg, addig túlerőben van a fogyasztói társadalom, addig mindent ő mond meg, és mi akkor tudunk felszabadulni ezekből ebből a taposó malomból, hogyha lerázzuk magunkról azt a sok kényszert, és kiszabadulunk, rájövünk arra, hogy igazából mi nem a társadalomnak az alávetett fogjai és az alávetett részei vagyunk, hanem alapvető lényegünkben természeti lények vagyunk. Egy csodálatos társaságnak vagyunk az alkotó társai, és ezt a csodálatos társaságot úgy hívják, hogy világegyetem. Úgyhogy a modern emberiség nagy része kívülről vezérelt életet él. Már a 20. században megjelent egy könyv, a Magányos tömeg, David Riesman írta, amiben kimutatja azt, hogy az embereknek a több mint a fele kívülről irányított életet él. Persze majdnem minden ember azt gondolja, hogy fú, hát ő saját maga irányítja az életét, de valójában ez nem így van. Az embereknek a egyre nagyobb része külső szempontok, külső irányítás alatt éli az életét, és olyan mértékben, hogy ez már éppen azt, ami bennünk emberi, azt nyomorítja meg, és hogy mi az, ami bennünk emberi, már azt éppen annyira nem tudjuk, mint azt, hogy miért fontos a világegyetem. Mert ez a kettő ráadásul összefügg. Az, ami bennünk igazán emberi, az az, ami összeköt bennünket a világegyetemmel. A 70-es évek végén azt mondja ez a Benaszájár nevű filozófus, hogy egy nagy előjelváltás következett be. Addig az emberiségnek egy jelentős része úgy gondolta, hogy érdemes dolgozni, érdemes részt venni a társadalomban, mert cserébe az emberi tudás fejlődik, a tudomány fejlődik, és valahogy az emberiség is fejlődik, és majd egy jobb jövő majd valamikor be fog következni. A 70-es évektől kezdve ez megváltozott, fölváltotta ezt a reménykedő, kedvező jövőképet felrajzoló alapállapotot, alaphelyzetet, ennek az ellenkezője, az embereknek a túlnyomó része teljesen mindenről és úgy tűnik végleg lemondott, úgy érzi, hogy teljesen és tökéletesen kiszolgáltatott egy teljesen észszerűtlen és embertelen társadalomnak, és ez világméretben, ez így zajlik a 70-es évek vége óta. 2010-ben megjelent a Magyar Nemzetben Urbán Józseftől erről egy egész nagyoldalas ismertető cikk. Na most akkor mivel tudnánk védekezni egy olyan társadalom ellen, ami teljesen kiszolgáltatottá tesz bennünket, és megnyomorít, és bennünk pontosan azt folytja meg legjobban, azt nyomorítja meg legjobban, ami bennünk emberi. Hogyan tudnánk védekezni? Ugye a tudomány az, ami a tudományos világkép nagy mértékben befolyásolja azt, hogy hogyan gondolkodunk a világról. Mit mond a tudomány? A tudományos világképen óriási forduló zajlott le 400 évvel ezelőtt. Azt írják a Science című tudományos lapban, ami a világ egyik legtekintélyesebb lapja, 2001-ben jelent meg, Primack és Abrams-től, az, hogy a newtoni kozmológia, Newtonról a középiskolában mindenki hallott, gondolom, igaz? Tehát a Newton volt az, aki felfedezte, hogy a hold is ugyanúgy esik a föld felé, mint az alma, és akkor így ebből egy egyetemes tömegvonzási törvényt talált föl, és ezzel tulajdonképpen az égnek és a földnek a törvényeit egyesítette, aminek következtében úgy nézett ki, hogy minden úgy mozog, mint egy anyagi test, tehát tulajdonképpen az egész világegyetem nem más, mint anyagi test, tehát akkor tulajdonképpen mindent vissza lehet vezetni az anyagra, így a fizikai törvények és a newtoni törvények sikere
következtében úgy gondolta az emberiség, hogy nincs is másra szükség, nincs se Istenre nincs szükség, se semmi másra, minden pusztán élettelen anyag. Ez volt az első olyan világkép, vagy ahogy mondják, kozmológia, a kozmoszról alkotott tanítás, amelyikben egyáltalán nem szerepelt az ember. Tehát ebben élettelen kövek szerepeltek, Galilei potyogtatott le különböző élettelen testeket a vízei felvett aranyból. Ezzel foglalták el magukat a fizikusok. Az, hogy például egy élő madarat leejtsen Galilei, ez nem jutott eszébe, nem. Az pedig szerintem az nagyon érdekes lett volna, már csak pusztán a tudományos kíváncsiság kedvéért is. Akkor Galilei tapasztalhatta volna, hogy mennyire másképpen esik le egy élő madár, mint egy halott madár. De azt mondják, úgy szól a Galileinek a megfigyelés, hogy minden test úgy esik le, hát én kétem, mert egészen biztos vagyok benne, egy élő madár egészen másképp esik le. De hát ilyen kis körülmények teljesen elkerülték a fizika sikereitől megszédült tudomány. Annyira nagy sikereket értek el, arra irányult a figyelem és az ilyesmit, ami szerintem legalább ugyanolyan lényeges. 400 éve másnak még nem merült föl a fejében, úgy látszik csak nekem. Lényeg az, hogy a newtoni fizika sikerének a következtében olyan nagy mérték bekövetkezett a tudományos technikai ipari forradalom, és erről Arthur Köszler azt írja az Alvajáró című könyvében, a világképeknek a története ez a könyv, és erről azt írja, hogy a tudományos ipari forradalom következtében olyan mértékben alakult át a földi társadalom, minden addigi történelmi fordulatnál sokkal mélyebb fordulat zajlott le, és ez az erkölcs, a társadalom, az életről, az emberről alkotott felfogás olyan mértékben változott meg az ember és az erkölcs rovására, mint hogyha egy idegen faj foglalta volna el a földet, és hozzáteszem, és gyarmatosította volna. Na most 400 éve ez a gyarmatosítás ez egyre nagyobb mértékben folyik, hogy hogyan ezt az élő világegyetem könyvének ebben az új kiadásában részletesen bemutatom. A hideg világegyetem, tehát hogy ott van kint egy hideg kozmikus űr, ugye közel a mínusz 273 fokhoz, hú, hát az ott nagyon hideg lehet, és ebben az embernek és az életnek semmiféle komoly szerepe nincs, úgy tudjuk, a newtoni fizika szerint legalábbis, tehát nincs is igazából magyarázat arra, hogy miért vagyunk itt, tehát nyilván, hogyha nincs magyarázat, akkor nincs is nyilván különleges oka, tehát tulajdonképpen értelmetlen okból vagyunk itt, és ezért a társadalomnak a túlnyomó része egyfajta gyökértelenségtől szenved, amely megakadályozza, hogy érezhessük a kapcsolatunkat a világegyetemben. Nem érezzük, már azt se tudjuk pontosan, hogy mi az. A nyugati kultúra rossz útra térült, amikor elvesztett minden a világegyetemről alkotott egyezményes képet. Írják, nem én mondom, hanem ezt a Science magazinban, egy nyugati magazinban értem meg, egy vezető tudományos lapban. Nagyon is ez lehet a felelős az elmúlt évszázadok jó néhány társadalmi zűrzavaráért, ennyien fogalmaztak a szerzők, de egy olyan világban, amelyet a tudomány ural, lehet, hogy nem is történhetett volna másként. Tehát a tudomány itt szó alatt itt csak a fizikát kell érteni, mert jelenleg nincs még más tudomány. És ennek nyomán, ugye, ahogy nő a gyökértelenség érzése, nyomában nő a metafizikai éhség, az egészre vágyik az ember, szeretne visszatalálni a nagy egészbe, ahhoz, hogy legyen értelme, elvesztette a varázsát, az értelmét, az élet, a világ, az ember pedig ott él egy abszurd, értelmetlen világban. Tehát tulajdonképpen az ember vágyik arra, hogy újra beleugorhasson a végtelenbe, újra kapcsolatot teremtsen az életnek a szédítő, lélek röpítő oldalaival, de ahhoz, hogy a lelkünk ismét a végtelennel tudjon együtt szárnyalni, ahhoz rá kell találnunk a bennünk élő világegyetemre. Az a vágy, hogy az igazságot megismerjük, hogy vágyunk arra, hogy egy nagyobb egységnek legyünk a tagjai, hogy vágyunk a szépségre. Ez a vágy az, ami a költészet, a tánc, a művészet, a filozófia, a megismerés hajtóereje, átélni azt egy olyan világot, egy olyan társadalmat és egy olyan világot, ami még nincs itt, de amelynek el kell jönnie, mert olyan szép és olyan igaz, hogy annak az adhat értelmet minden eddigi emberi életnek, és semmi más. Úgyhogy ha az ember egy
faág a világfán, akkor a modern emberiségnek a tevékenysége, ugye amit a fizika sikereitől megszédült az ember, és azt gondolja, hogy ha a fizika ennyire sikeres, akkor a fizika igaz, és semmi más nem, tehát kizár minden más megismerést. Ez viszont azzal egyenértékű, ez a kizárás, hogy a világfának az az ága, ami az emberiség, az azzal foglalkozik, hogy lefűrészelje magát a világfáról, elvágja a saját gyökereit, és ezzel szemben, ahogy azt az ősi kultúráknak az egyik kutatója, egy Henry Frankfurt írja, a királyok és az Isten, és ebben a közel-keleti, az egyiptomi és a közel-keleti ősi civilizációkról van szó. Ennek egy klasszikus műve, és ennek nyomán írom azt, hogy az első emberiség nem csak a saját közösségeit élte át emberi érzéseivel, hanem nem csak a közvetlen baráti közösségeit, hanem a nemzeti életét is, sőt ezen túl teljes lényével átélte az emberiséget a természet mélységeivel összekötő szálakat és a természet irányító erőt. Tehát azok az ősi emberek, akik nem is olyan régen, már csillagászati szemmel nem is olyan régen, hanem néhány ezer évvel ezelőtt éltek a Földön, ők még a mindennapi életükben erőteljesen átélték a nemzeti lét, mi voltukat, az adott esetben mondjuk a magyarsághoz tartozást, vagy másik néphez tartozást, és ezen túl az emberiséghez tartozást, és ezen túl a minden élőlényhez tartozást, és a természet lényegét, alakító erőket a mindennapi életükben átélték. Érezhető ez? Ennek azért van jelentősége egy olyan világban, ahol ezt nem éljük át úgy, mint ahogy a régiek átélték. És éppen ezért, mivel átélték, azt teljes mélységükben tudtak érezni, mi pedig inkább a felszínen éljük csak át az életünket, ugye szinte köszönő viszonyban sincs a modern ember a saját életének, saját lelkének, saját belső világának a legmélyebb érzéseivel, és ezek a legmélyebb érzések a legtermészetesebbek, mert ezeknek a legmélyebb érzéseknek a túlnyomó része nem a saját önkényünkből születik, és nem a külső társadalomnak a hatására, hanem belülről, belső parancsra, belső törvény hatására, természeti törvény hatására, az élet parancsára folyton születnek bennünk olyan szárnyaló érzések, amik azt súgják, hogy hogyan tudjuk az igaz életet élni, ezekre érdemes lenne figyelni. De a modern ember annyira el van foglalva azzal, hogy éppen a mindennapi kényszereknek megfeleljen, és elvárásoknak és szokásoknak, hogy azzal, hogy saját magát, hogy megfigyelj azt, hogy tulajdonképpen mit érezne ő, hogyha ember lenne, hogyha teljes mértékben emberi életre tartana igény, hogyha önmagát teljes értékű emberként megbecsülni, akkor mit érezne? Ugye ezzel a modern embernek nincs ideje foglalkozni, és már a hozzáállás is egy olyan hiányzik. Tehát érdemes ezt az az igazán jelentős az életünkben, az az igazán fontos, bármit is teszünk az életünkben, az az igazán fontos, ami összeköt bennünket a világegyetemben. Ami a végtelennel összeköt, ami szédítő érzést ad, ami egy olyan érzést ad, amikor érezzük, hogy valami maradandó, valami világra szóló érzés röpít bennünket, valami, ami fittyet hány mindenféle földi kényszernek, valami, ami kiugrik abból a kényszerzubonyból, amiben a modern világ vergődik, valami, ami magával, a nagy valósággal kapcsolatban van, valami, ami örök, valami, ami hajmeresztő, na ez a legfontosabb. De van egy másik csoport, amelyikről nem sokat hallani, amit Amerikában fedeztek föl, és amit az átfogó kultúrának neveztek, mert átfogó szemlélete van, a természetet tartja a legfontosabbnak, nem a pénzt, nem a sikert, nem a hatalmat, nem az anyagiakat, nem az anyagi javaknak minél több, minél nagyobb mennyiségű fogyasztását, hanem a természetet, az egészséget, a testi, lelki, szellemi egészséget, amelyik kritikus és elutasító a fogyasztói társadalommal szemben. És ez az átfogó kultúrához tartozik, amit más néven úgy hívnak, hogy
kulturális kezdeményező, két idegen szóval gyakorlatilag a kulturális kreatívoknak hívják, hát ezt magyarul kellene mondani. Mondjuk a kulturális kezdeményezők egy fokkal jobb talán, és ezek alkotják ma világszerte az emberiségnek 30-40%-át. És ezeknek a létszáma egyenlő, míg a materialistáké siker központú, aki egyre csökken. És van egy harmadik kultúra, az ami a hagyományos, vallásos, falusi kultúra, ez pedig szintén ez is csökken. Tehát tulajdonképpen az, ami igazán nő, az éppen a természetközpontú szemlélet, és az a természetközpontú szemlélet, ez az, ami a számomra azt mutatja, hogy létezik egy olyan alulról jövő természetes érdeklődés, ami a természetből fakad, és az ember alapvetően természeti lény, és ezért megvan még ma is az emberben, és mindig is meg lesz az az érdeklődés, ami a természeti lényéből fakadóan összeköti a természettel, vagyis a világegyetemmel, és ami arra irányul, hogy keressük azt, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami szép, mi az, ami jó, és hogyan tehetünk valamit, ami olyan szép, olyan igaz és olyan jó, hogy azért érdemes élni. Ugye? Na hát ilyesmi. Azok, amikért érdemes élni, és igazából a mai világban, ebben a szürke taposómalomban, szürke hétköznapok, ugye ezt a kifejezést is meg kellett érni az emberiségnek, hogy a csodálatos életet, ugye most van a Véleknek az új lemezén egy olyan szöveg, hogy minden nap akkora ünnep, hogy az élet akkora nagy ünnep, hogy az minden nap meg kell ünnepelni. Ugye most ezzel szemben van egy pont ellenkező, most a fogyasztói társadalom, minden nap szürke hétköznap. Ugye minden nap ráz van az emberre valami olmos, zsibbasztó erő, és görcsösen valahogy küzd, hogy azt a kényszereknek megfelelően szörnyű, lealázó. Ugye a kísérleti patkányok ott a laboratóriumban, vagy a labirintusokban, ahogy nyomogatják a billentyűket, hát nem sokkal más a modern ember élete. Ugye gyakorlatilag ugyanúgy kihasználják, mint egy igavonó barmot, és látni kell, hogy mégsem ez az igazi valóság, ami ebből a világból látszik, mert az ember azt mondja, de hát látni kell, hogy ez a valóság, itt élünk ebben a mai világban, itt ilyen ez a világ, ilyen kényszereknek kell megfelelni, tehát ez az igazi valóság. Nem ez az igazi valóság, mert az igazi valóság az, hogy mindennek van oka, és mindennek megvan a természetes oka. Tehát ez azt jelenti, hogy az életünknek van egy természet szerinti oka, vagyis a kozmikus, a természet által, a világegyetem által adott oka és értelme, és ha ezt a célt és értelmet elveszítjük, mert nem látjuk, mert nincsen kapcsolatunk a világegyetemmel, csak a fogyasztói társadalommal, ahol ilyen értelemről célról nem tudnak, akkor és attól válik szürkévé, mert céltalan, és ami céltalan és értelmetlen, az szürke, az embertelen, az lélektelen. Viszont azt gondolom, és erről is lehetne külön előadást tartani, hogy az az igazi valóság, amit azokban a pillanatokban pillantunk meg, a modern ember szinte már csak akkor pillant bele az igazi valóságba, amikor valami rendkívüli élményt él át, például szerelmet, vagy zenét, igazi szerelmet, vagy igazi zenét, vagy esetleg halálközeli élményben, ami kizökkenti abból a taposómalomból, ahol az egyik napról a másik után, ugye mókuskerék, ezt is szokták használni, ahogy kizökken teljes mértékben ebből, és ezekben a különleges pillanatokban teljesen más fényben látja felragyogni az életét, és ez az igazi valóság, mert ezekben az összefüggésekben az ember rádöbben arra, hogy ő neki tulajdonképpen egy szívdobog a keblében, és ő igazából egy élő lény, egy érző lény, és igazából ő valami jóra hivatott élő lény, akinek igazából kellett volna, vagy kellene, és lehet valami nagyszerű, szép élményeket átélni. Olyan élményeket, amiért érdemes élni. És erre minden pillanat alkalmas. Úgyhogy vannak olyan pillanatok, amikor magától röpül az élet, amikor úgy érzed, hogy tied az egész világ, hogy érdemes a világért élni, halni, hogy szerelmes vagy az életbe, a világba, amikor az ösztönös intuíciód vezet, és úgy vezet, hogy elhatalmasodik, és átcsap fölötted, és te érzed, hogy boldogság vele együtt szárnyalni. Érzed a felfedezés izgalmát. Amikor az igazságért küzdve érzed, hogy érdemes küzdened. Amikor a szépség, a jóság lenyűgöz,
és szinte úgy ragad magával, hogy szinte az akaratod ellenére, de tudod, hogy jó, hogy így történik. Akkor veled a világ, és akkor találsz a világegyetemre. Mert ezek az indítatások a természetes indítatások. Ezek a természetből fakadnak, az élet természetéből, a világból, a természetet átható élettörvényből. És ez a világegyetem akarata fejeződik ki ezekben. És hogyha ilyesmit teszel, ilyesmit élsz át, akkor tagja vagy a világ közösségének, a legjobb társaságnak, ami létezik a világon, ha pedig ezt nem adatik meg, ugye akkor az ember legfeljebb törekszik arra, hogy ezt átélje. De látni kell, hogy ez az igazi valóság, ilyen életre született az ember, és nekünk azon kell serénykednünk, hogy az ilyen állapotokat elérjük, az ilyen lehetőségeket megragadjuk, lehetővé tegyük, mert az ilyen körülmények között tudunk igazán élni, kiszakadni a méltatlan körülményekből, és emberként levegőhöz jutni. A bennünk élő embert hagyni élni. Na most az, hogy a világegyetem élő vagy élettelen, ezt a kérdést nem vizsgálták meg, elmaradt ennek a kérdésnek a tudományos vizsgálata. Egyszerűen csak azt mondják, hogy a világegyetem az élettelen, és kész, de az érvek elmaradtak. Úgyhogy viszont az alapkérdés, ezt meg kell vizsgálni. És azt is látni kell, hogy az emberben vannak olyan alapvető vágyak, mint például a halhatatlanság vágya, a lélek halhatatlanságának a vágya. Pallas Lexikon, mi a 20. század első felében azt írta, hogy az emberben szinte kiírthatatlan a halhatatlanság vágya. Most a 70-es évek után az embereknek a 60-70%-a már nem bánja, hogy ő tulajdonképpen egyáltalán nem érdekli a halhatatlanság, mert teljesen elfogadta a materialista világot, ő már megtört, ő már berendezkedett erre, és ő neki már a füle botját sem mozgatja, hogy most halhatatlan legyen, vagy nem. Épp elég baja van neki a világgal ahhoz, hogy ne akarjon ugye, semmiféle halhatatlanságot. Tehát valójában azonban ezek a társadalmi erők csak begubóztatják az embert. Egy beton bunker alakul ki az embernek a lelki élete között, és önmagát irányító központja között. De valójában az ember nem a modern társadalomnak a terméke. Nem vagyunk egy fogyasztói termék, akik lejöttünk a gépsorról, hanem a természetnek csodálatos alkotásai vagyunk. Ezek a természeti erők voltak a természetet átható kozmikus életerő és értelem erő, a jó érzésre hajlandó és azt elősegítő kozmikus erők voltak azok, amelyek a naprendszer keletkezésekor, amikor összehúzódott a naprendszernek, a naprendszernek az ősköde, amiből a naprendszer kialakult, ugye akkor senki nem tudott benne észrevenni egy márszernyi élőlényt sem. Viszont amikor összehúzódott, akkor képződött benne a nap, a föld, és a föld hátán megjelent az élet, megjelent az ember, és egy olyan ember, ugye a Homo sapiens, amelyik azt kérdezi, hogy hogyan alakult ki a világegyetem, hogyan jött létre az élet, és mit keres az emberi a föld hátán. Na most, hogyha úgy képzeljük el, mint egy színdarabot, amiben van ugyanazok XY nélkül, és utána a következő jelenet Kovács bejön a színpadra. Ugye most itt is tulajdonképpen azt történik, nem Kovács jön a színpadra, hanem az emberiségében a színpadra. Az első jelenetben ott van a kozmikus őskör, de állítólag teljesen életmentes. A második állapotban, a következő jelenetben újabb szín, volt jelenik meg az élet és az ember. De látni kell, hogy ez csak úgy lehet, hogy valahogy a világegyetemben... Elnézést, bebújhatunk oda, mert nagyon rosszul vagyok. Persze. Csak akkor itt vigyázzunk el erre a felét. Tehát a természetet átjárják olyan erők, amelyek kedveznek az életnek, és a könyvben részletesen kimutatom azt, hogy milyen tudományos bizonyítékok mutatják azt, hogy mindenhol, ahol csak egy kis módon a világot átlátó kozmikus törvények mindenütt azon dolgoznak, hogy az élet számára kedvező feltételeket teremtsenek. Úgyhogy vannak, akik azt mondják, hogy az élet az egy kozmikus parancs. A Nobel-díjas Christian de Dieu például szintén a könyvében, a White of Dust című könyvben szintén azt írja, hogy az élet az egy kozmikus parancs, kozmikus imperatívus, ugye, ahogy mondják. Tehát, de a mi életünkben is, amikor az apai és az anyai ivarsejt megfogant, és mi létrejöttünk, ugye egyelőre, mint egy pusztán egy sejtű,
nem volt olyan régen, talán még emlékszem is rá, hogy milyen kérdés, hogy egységes lehetőség. Tényleg nem volt túl régen, csak pár éve mindössze. Ebben az egységű életformában tartozkodtunk egy jó néhány, nem emberöltőt, hanem sejtőöltőt, mert a sejtek 20 perc alatt szoktak, vagy képesek osztódni. Tehát egy nemzedék sejt, a következő sejt nemzedék az 20 perc múlva már létrejön. Tehát sok-sok nemzedékünk gyűlt össze, és mindegyik összefogott, hogy egyetlen egy hatalmas, nagy és egyre jobban kibontakozó magzati szervezetet alkosson. És akkor honnan tud az a sejt, hogy hogyan kapcsolódjanak össze az anya és az apai hibasejtnek a génállománya. Ugye rengeteg sokféle módon összekapcsolódhatott. Azt mondják, hogy 8 millió különböző módon kapcsolódhatott úgy össze az anya és apai génállomány, hogy életképes utolérjen létre. És mégis akkor milyen alapon dőlt el, hogy ebből a 8 millióból melyik valósuljon meg? Hoymar von Dietfurt azt írja a Világegyetem gyermekészünk könyvében, hogy a sejtmagban megvan a Világegyetem, a külvilágnak a teljes modellje, és a sejtmag lejátsza az összes lehetséges életpályát, 8 millió lehetséges utódnak az életpályáját, valahogy előre lejátsza, hogy melyik mire képes, és ennek alapján kiválasztja, hogy melyik a legjobb, amelyik a természet zseniális akaratához a legközelebbi. És ez, amit kiválaszt a természet, az valósul meg. Tehát tulajdonképpen mindannyian a 8 millió életképes utódból a legjobbak vagyunk, a legzseniálisabbak vagyunk, mert a természet zseniális, és a természet választotta ki, és mert pont úgy választottak, hogy 8 millió közül a legnagyszerűbb és a természet legközelebb álló életpályát tudjuk befutni. Na most, miután ez megtörtént, hogy hogy a gén állomány összekapcsolódott, utána még a sejtnek még rengeteg sok feladata volt, hogy hogyan kerüljön tovább magzati állapotba. És ez nem egy kis vívmány, hogy a sejt hogyan fejlődjön tovább, de tudta, hogy a sejt hogyan fejlődjön, de nem úgy, hogy minden megvolt, mert minden gépiesen megírt neki az evolúció mondjuk, mert rengeteg sok apró döntésre van szükség ahhoz, hogy tudja az a sejt, hogy hogyan fejlődjön tovább. És ez azt jelenti, hogy a természet erői nem csak a fogantatáskor, hanem a magzati életmód során is folyamatosan ott súgják a sejteknek, és a sejtek pedig a természeti lények, ők meghallják ezt a súgást, mert ők kapcsolatban vannak a Világegyetemmel. Mégpedig annyira, hogy az egész életüknek a mindennapos, minden döntésükben a Világegyetem fényére, a Világegyetem értelmi kisugárzására, a Világegyetem törvényeire hallgatnak. A Világegyetem törvényeit magukat úgy lehet fölfogni, hogy megvilágítsam és közelebb hozzam azt, hogy mit jelentenek. A Világegyetem törvényei, a természet törvénye, azok nem valamiféle elvont embertől és élettől idegen elvont koholmányok, amelyek ott lebegnek a semmiben, hanem azok a valóságban hatnak, a természet törvények. Azok az egyenletek, amelyeket az ember kitaláló, azok valóban az emberek fejében vannak, de ezek az egyenletek leírják azt a természet törvényt, ami viszont a valóságban hat. És az a természet törvény, ami a valóságban hat, hogyha az élettörvény az életre vonatkozik, vagyis arra, hogy hogyan fejlődjön ki a sejt, akkor az olyan, mint az ösztön. Tehát ezeket az életnek a törvényeit, a természet törvényeit életösztönnek is lehetne nevezni. Tehát ahhoz viszont ugye oda kell figyelni a sejtnek, hogy a saját ösztönei mit mondanak, hogy meg tudja valósítani. Lehet azt mondani, hogy a sejt az ösztönlény, de egy nagyszerű, csodálatos ösztönlény, mert a természetes érzéseinek és a természetes ösztöneinek megfelelően képes olyan csodálatos módon fejlődni, hogy egy magzatot hozzon létre. 9 hónapon keresztül fejlődik ez a csodálatos sejtváros, majd pedig amikor megszületünk, még utána is ott van a természet, még továbbra is súg folyamatosan az életünkben, mert az, hogy megtanuljunk járni, ugye az a gyereknek is kell kezdeni ez. Rendszerint minden gyereknek van annyi sütnivalója, hogy szeretne megtanulni járni, szeretne megtanulni beszélni, és ráadhatóan rendkívül élvezi, amikor meg tud tenni az első 2-3 lépést, vagy sikerül eljutni az asztalig, hát az ugye a világ csodája, és akkor ugye egeket verdesi az öröme, hogy mekkora hatalmas eredményt ért el, és valóban, mert a fejlődés alapján ugye minden halad előre, és hogyha ez így ment eddig, akkor mi lesz még? Hova jut még
az a kisgyerek. És valóban továbbra is súgnak benne a természeti erők, amikor kamaszodni kezdünk például. A kamaszodás sem valami gépies folyamat, hogy ugye pusztán valami nemi érés, vagy valami, ami tőlünk teljesen független, hanem a szívet, lelket fölkavaró, csodálatos, az elmét nyitogató folyamat, amiben az, hogy mi hogy állunk hozzá a saját kamaszodásunkhoz, ugye az nagyon befolyásolja azt, hogy végül is hogyan alakul a kamaszkorunk. És ez egy tipikus példája annak, amit az egész életünkben történik, mert az, hogy hogyan figyelünk oda a bennünk élő természeti erőkre, hogyan vesszük észre a természet szellemi erőit magunkban, hogy itt a szellemünk kezd nyiladozni, és jó lenne ezzel élni, és akkor mi is csatlakozunk a természet döntéséhez, hogy akkor mi is rajta vagyunk azon, hogy a szellemi képességeink úgy fejlődjenek, mint egy természeti erő, ugye, mert a kamaszkorban csodálatos, szinte rakéta módon fejlődik az ember minden képessége. Mert a kamaszkor az olyan, mintha egy rakéta lenne minden kamasz a világegyetem szívéből, ami elemi erővel, a természeti erő röpíti az emberi képességeket bennünk a lehető legmagasabbra, kivéve, hogyha a kamasz nem áll arra az oldalra, ahol a természet áll, mert már akkor gyenge benne a kapcsolat a világegyetemmel, és hogyha a modern társadalom még ráadásul lealacsonyítja, ahogy számtalan sok módon, lealacsonyítja az emberi életet, és akkor a szegény kamasz a korottán teljes megzavarva minden jó és minden rossz között, és ezek a mai világállapotok a kamaszkorban. De tovább súgnak ezek a természeti erők, mert az emberben ott él az az érdeklődés, például, ami bennünket idehozott, engem ugyanúgy, mint titeket, hogy az se egy fizikai kényszer volt, hogy úgy éreztük volna, hogy hát nem tudom most mi történik, de nekem oda kell mennem, mert ez genetikailag elő van írva, és akkor most bár nem akartam volna lenni, de hát elő van írva, kényszerpályán vagyok, hát akkor ez szó sincs róla, hanem ez a saját önálló döntésünk, és bennünk ott él egy titokzatos szikra, egy kis érdeklődés, egy valamiféle kíváncsiság, és egy olyan képtelenséget, mint hogy a világegyetemről halljunk, ezt a látszólagos, a fogyasztói világ szemében képtelenség, ez iránti érdeklődés olyan erős volt bennünk, hogy végül az egész folyamatunkat úgy alakított, hogy most itt vagyunk jelen ugyanabban a teremben. Úgyhogy ez is mutatja, hogy valahogy minden egyes élőlény folyamatosan részt vesz és együttműködik a természettel, még hogyha nem is tudatosítja magában eléggé, de ez nem csak azért bennünk élő kíváncsiság, arra gondolok, hogy az is egy kapcsolattartás a világegyetemmel, hanem ez az egész folyamat, ami kezdettől fogva a lelki életünk legmélyéig, azokkal az érzésekig, amikkel nem igazán kerülünk kapcsolatba a mindennapi életünkben, ami csak a felszíni, az érzésvilágnak egy bizonyos felszínes és külsődleges részét alkotja, mert közben zajlik teljes gőzerővel olyan érzéseknek a megvalósulása a saját belső világunkban, amiről szinte fogalmunk sincs, mert nem veszik fel a kapcsolatot, és én azért vagyok itt, hogy ezt megvilágítsam és elősegítsem, hogy igenis vegyük már fel a kapcsolatot, kezdjünk már el élni, kezdjük már el összekötni az eget a földdel, mert az életünkről van szó, és nem lehet elég korán elkezdeni, mert minden nap megy az idő, és minden nap csodálatos alkalom arra, hogy belevessük magunkat az élet sűrűjébe, az élet szédítő, gyönyörű, felemelő távlataiba, és éljünk minden képességünkkel, mert ez az életnek a parancsa. Bauer Erwin azt mondja, aki az elméleti biológiát megalapította, hogy minden élőlény, minden másodpercben folyamatosan minden rendelkezésre álló energiáját mozgósítja annak az egyensúlynak a beállt ellenében, ami a halálához vezetne. Tehát minden élőlény, a fűszál, a tücsök, a tigris, a diófa, minden élőlény lángban áll folyamatosan teljes gőzelővel éli az életét, szívvel, lélekkel magának kell eldönteni, és a sejt eldönti. Ezzel külön foglalkoztam, meg külön előadásokat tartottam, meg hát a könyvben szerepel, majd még vissza fogok erre térni. Tehát a sejtek maguk is folyamatosan minden másodpercben olyan elképesztő teljesítményt hajtanak végre, hogy a modern ember, aki már elidegenedett, és már nem tartja a kapcsolatot a világegyetemmel, a csodák csodájával, az elemi erők teljével, ugye akkor, aki már hírből se hallott harangozni, hogy az elemi erők teljé, az ott van benne a belső világában, és kint az egész világ, amiben él, az elemi erők telje. Ugye nem veszi fel a kapcsolatot, mert nem látja a nyilvánvalót, és ott van, hogy jaj, most akkor be kell fűzni, megint ráléptek a lábamra, hogy fogom befizetni a villanyszámlát? Itt elég. Ugye, tehát
látni kell, hogy az egész természet, és a Bauer Erwin úgy fogalmazta meg az elméletológiai alapelvét, hogy minden élőlény, az egysejtűtől kezdve a fűszálig és minden állatig minden energiáját folyamatosan mozgósítja, mégpedig az egészet, 100%-ban. Mi? Én amikor ezt elolvastam, akkor egyrészt elfogott a harci düh és a lázadás, hogy hú, hát akkor ez lehet, hát akkor így kell élni, hát ennek van igazán értelme. És akkor rögtön, az még a 60-as években volt, és akkor rögtön rájöttem arra, hogy hát a kommunizmusnak vége. Ugye, hogyha ez egy természeti parancs, hogy az ember is élő lény, ugye, és akkor az embernek is állandóan, folyamatosan mozgósítani kell az energiát benne, tehát soha nem lehet teljesen legyőzni az ember. Tehát akkor a társadalom soha, még a fogyasztói társadalom sem fogja tudni, sohasem véglegesen megtiporni az embert, és véglegesen megtörni a gerincét. Mert addig, ameddig élő lény van a világon, addig azoknak az a világ adta, a természet adta a parancsuk, hogy minden erőnkkel mozgósítjuk az összes ilyen életellenes cselekvés és hatás ellen. Ez az életnek az alapparancsa. Tehát rájöttem, hogy az ember természet adta módon egy végtelenül szabad, szabadságra és végtelen boldogságra képes lény, és az a törvény, hogy ezt valósítsuk is meg. Na most, és hogyha ez így van, hogy minden élőlény ezt teszi, akkor még a modern embernek is, aki pedig már nagyon sokszor, nagyon, nagyon sokat kapott, úgymond a fejére, ugye, mert mondd meg az igazat, és betörik a fejet, már nagyon sokszor kaptunk ilyen jeleket, hogy ne nagyon mondjuk meg az igazat, és ne nagyon akarjunk igazán élni, ne nagyon akarjunk igazán önállóskodni, úgy viselkedni, mintha önállók akarnánk lenni, ugye, hanem hátrább az agarakkal, ne kíváncsiskodj, mert hamar megöregszel, és így tovább, ne csinálj semmi, gyakorlatilag vonulj vissza, ugye, guboltál be, és csináld azt, amit mondanak, nem igaz? Akkor nem törik be a fejed. Na hát, világos, hát és aki nem akarja betörik, úgy van, begubózunk, és azt sem, amit mondanak, akkor legalább nem lesz semmi baj. De akkor mi lesz vele? Ugye, azzal már, arról már nem szólok. Tehát én egy kicsit azt szeretném bátorítani, hogy ne hagyjuk magunkat, hanem igenis formáljunk igényt egy teljes, ragyogó emberi életre, mert ez az, ami a világegyetem akarata. És a világegyetem él, és hogyha a világegyetem él, az mindent megváltoztat. Mert az megváltoztatja az iskolai oktatást. Ha a világegyetem él, akkor az úgynevezett ősrobbanás, ha volt is, csak egy a számtalan sok életjelensége közül. Ha a világegyetem él, akkor nem az anyag az egyetlen egy valóság, és nem az anyag, az életterem anyag a végső valóság, nem abból áll a világ, miből áll a világegyetem? Hát anyagból, atomokból. Nem abból áll, hanem miből áll a világegyetem? Miből? Kíváncsi vagyok, hogy tudod valaki követni esetleg? Senki? Egyedül megyek itt előre egy fél órája? Nincs senkinek ötlete sem, hogy miből áll a világ? Életből. Ember. Érzés. Ugyan. A végső valóság nem az anyag, hanem az érzés. Az érzés önmagában. Az lehet, hogy ezen épül, ez az a hatalmas nagy önmagában megálló valóság, aminek önmagában van a cél. Az anyagi javak csak arra valók, hogy boldogabb legyünk. De a boldogság önmagáért való. Tehát a boldogság az tud maradéktalan boldogság lenni. Át kell élni, meg kell találni, hatodik szakad, meg kell találni az utat a maradéktalan, teljes emberi boldogság felé, ami magában megáll. Ami biztos, hogy ha a világ bármit csinál, bármit történik, ami egy örök érték, az valami. Az a végső valóság. Az anyagja, a tévé a végső valóság, nem nevette sem. Vagy az asztal, vagy a fél kiló ilyen, vagy olyan anyag. Az csak egy származék, az élettevékenységgel együtt járó terméke, az élettevékenység szüntelenül létrehoz bizonyos eredményeket, és ezeket az eredményeket, ezeket anyagnak fogjuk föl, mert mindannyian élőlények vagyunk. Úgyhogy azt, amit éppen megvalósított az élettevékenység, anyagilag megvalósított, azt anyagnak tekintjük. De az csak a következmény, az ok maga az élet, az a végső valóság, az érzés. Tehát érdemes érezni, mégpedig igazi, maradandó érzéseket, olyan érzéseket, amikért érdemes élni, ilyen érzéseket kell felszabadítani magunkban, képessé tegyük magunkat, fogékonyá tegyük magunkat, arra a hangra, hogy érdemes emberi érzéseket átélni. De mert ott kezdődik az élet.
az az élet. És ez a végső valóság. És hogyha ilyet átélünk, akkor minden rossz elmehet a sóhivatalba, mert mi már akkor valami maradandót, valami olyasmit éltünk át, ami tör az életünknek, megvan az értelme, még hogyha nem is látjuk pontosan, hogy most hogyan kapcsolódik ez a kozmosznak a terveihez. Egy igazi emberi érzés, ami maradandó, de csak az a dolog, csak az lehet fontos, ami a világegyetem számára fontos, aminek köze van a világegyetem valóságához. Ha olyan érzést élünk át, ami maradandó, a valóság, a világegyetem törvénye, az élet törvénye számára, vagyis felemelő érzés, az életet segítő érzés, az életet megvilágító, az életet boldogabbá, teljesebbé tevő érzés, akkor az úgy bevonul a világegyetem valóságába, mint a végső valóság alkotó része. És hogyha ezt nem tesszük meg, halmozhatjuk, akárhány kocsink lehet, és akárhány házunk, és akárhány pártakkönyvünk, ugye az elmehet a sóhivatalba, mert az nem számít. Elfordulat, az anyag, ami anyag, az mulandó. De van valami, ami nem mulandó. Például a felismerés, hogy az igazság, a kétszerkettő négy, az, hogy az életet elősegítő érzés, az maradandó. Vannak olyan igazságok, vannak olyan tények, amik vitán felül maradandóak, és ezekért érdemes élni. Ha a világegyetem él, akkor a biológia az alapvető természettudomány, és a fizikát úgy lehet majd megérteni, hogy a biológiával levezessük. Ezt nekem van erre egy elképzelésem, de nem biztos, hogy erre lesz idő, sőt úgy néz ki, hogy nem. Úgyhogy miután még szeretném körülbelül 10-15 perc alatt most befejezni, tehát erre most azt hiszem nem lesz időm. Ha a világegyetem él, akkor a földi élet nem az anyagból keletkezett, ahogy majd mindenben durva materializmus oktatnak a gyerekeink számára. Mert azt mondják, hogy a világegyetem az ősrobbanásban keletkezett. Nem veszik észre, és mi sem vettük észre, és én sem vettem észre, hogy ezzel tulajdonképpen teljesen materialista oldalra állnak, mert az, ami keletkezett az ősrobbanásban, a világegyetem anyaga. Miből keletkezett? A világegyetem törvényeiből, amik megfelelnek az életösztönnek, a fizikai, az atomi ösztönöknek, a fizikai ösztönöknek, és a tudati, a gondolkodás, a tudásvágyban megnyilvánuló tudás ösztönnek, hogy úgy mondjam. Ugye ezekből keletkezett az ősrobbanás, ez indított az ősrobbanás, és ezt már figyelmen kívül hagyják, mert nekik az semmi. Ami nekünk minden, ugye az érzés, a gondolat, a világegyetem tudattörvénye, az anyagot irányító valóság, azt az a ellenséges viszonyválnak, azt letagadják, lehazudják az égből a csillagokat, és azt mondják, hogy az eredmény az ősrobbanás ott keletkezett. Hogy az a semmiből, hogy jött ez létre valami, azzal már elfoglalkozni a logikát, és mindent, ami a tudománynak az alapja, hogy ezt lehetetlen ellentmondásokat hoz létre, ezzel se törődnek. Csak a materialista tétel, tehát akkor beadjuk az emberek. A gyerekek, ott van egy általános iskolás gyerek, föl tudja dolgozni, vagy meg tudja érteni, hogy miről van szó, hogyha még a felnőttek sem. És így lehengerlik a gyerekeket, mert hogyha a világ csak egy anyagiság, akkor ugye mit keres ő így, szegény gyerek? Ugye egy élettelen rakás anyagban, ami véletlenül jött létre az ősrobbanásban, nesze neked, ez dolgozza föl egy 10 éves gyerek mondjuk, vagy egy 15 éves akár. Tehát egy durva materialista tétel. A másik szintén, és nem igaz, és tudományosan ordít, hogy tarthatatlan, mert a fizikusok, akik ezt állítják, ők fizikai törvényekkel dolgoznak, és a fizikai törvények a természettörvényeket írják le, és ezek a természettörvények, ezek átjárják a világot már azelőtt, mielőtt az ősrobbanás létrejönne, mert az tényleg a törvények azok időtlen idők óta léteznek, mert azok nem anyagiak. Hogyha a fizikusnak azt mondanak, hogy jó, de nem dolgozhatsz a törvényekkel, akkor soha nem tudja kitalálni az ősrobbanás elméletet. Ugye az ősrobbanás a vákumból jött létre, azt mondják, a vákum energia mezejéből, éppen egy véletlenül pont úgy kapcsolódott, a véletlen az másik agyrém, ugye, de hogy véletlenül jött létre az energia folyamból. Tehát volt egy óriási energia folyam, időtlen idők óta folyt, egyszer csak úgymond véletlenül létrejött az ősrobbanásban, és azt az óriási energia folyamat, azt egyszerűen azt mondják, hogy az semmi. Ez hogy lenne? Szóval az embernek az esze megáll. És ezt a legkomolyabb tudósok, tehát a csőlátásnak olyan fokát lehet kifejleszteni, a materializmus alkalmaz az agy teljes megrontására, vagy a csőlátás kialakítására. Azon belül kitűnő
koponyák maradnak azon a szűk területen, amit a csőlátás kiterjed, azon kívül viszont az ítélőképességük kritikán aluli. Tehát ugyanígy az élet keletkezés állítólag az anyagból keletkezett az élet, véletlenül úgy, megint a véletlen, véletlenül pont úgy jöttek össze az atomok, molekulák, hogy létrejött belőle egy sejt, és aztán ahol létrejött elkezdett működni, és ezt a működést, ezt a GPS működést, mint egy kóla automata, bedobták volna a pénzt, elkezdett a kóla automata egyszer csak így működni, úgy elkezdett az első sejt is működni. Na hát ez, hogyha nem az anyagiasság létezik egyedül, hanem más is van, mert ott vannak a törvények, ott vannak a biológiai törvények is, akkor, és hogyha a világegyetem él, akkor, nem, akkor az élet nem az anyagból keletkezett, hanem ezekből a törvényekből, az élet hajtó erejéből. Ha a világegyetem él, akkor az ember, a homo sapiens nem a majomból, hanem a világegyetem élet erejéből ered. És ez pedig óriási jelentőségű, nem csak a természettudományok, hanem a történelem tanítás terén is. Ugye milyen megdöbbentő dolgok. A mély igazságoknak vannak ilyen mélyreható következményei, mert hogyha az ember nem a majomtól származik, hanem a világegyetem élet erejéből, akkor az emberiségnek a múltja nem alantas, hanem kozmikus, és hogyha kozmikus, akkor az őseink nem kellett feltétlenül barbárok legyenek, hanem lehettek kozmikus lelkű, ragyogó, elemi erővel érző lények, mint ahogy egyébként minden más élőlény. Úgyhogy az egész fejlődés kép, hogy mi hihetetlen mélyről fejlődtünk most, arra hihetetlen magasságra, amikor tévét kapcsoljuk be a munka után, meg miután villamosan hazazértünk, bekapcsoljuk a tévét, és ez a csúcsa a világnak, ugye? És az összes többi az ősünk pedig sokkal alantasabb életet éltek, fordítva is lehet, hogy éppen most vagyunk egy nagyon olyan kényszerfány, ami már nagyon túlságosan is embertelen. Tehát az egész fejlődés képünket átalakítja, mégpedig olyan mértékben, hogy ez a világnézeti semlegességet is sérti egy olyan egyoldalú oktatás, ami minden ilyen kulcskérdésben a materialista nézetet hirdeti egyedül, és miközben a másik nézetet, igaz, hogy mi nem dolgoztak igazán az emberiség, és ez csak most merül föl ilyen gondolatok nyomán, hogy él a világegyetem, de lassan, hogyha ez bebizonyosodik, akkor a világnézeti semlegesség jegyében nem lehet egyedül materialista oktatást a gyerekeknek a nyakába varni, mert törvény van rá, hogy az oktatásnak világnézetileg semlegesnek kell lenni. Ennek, ha a világegyetem él, akkor ebből a szempontból is újra kell írni az oktatási tanulmányokat. Tehát a világegyetem élő vagy életre természete alapkérdés. Na most, ugye a materialisták szerint minden élettelen, hihetetlen, de komolyan így van, nem tudom, hogy van-e valaki, aki ezzel kitartóan foglalkozik. A mai világban úgy gondolják, hogy nagyon sok tudós, majdnem minden tudós, és a filozófusoknak is majdnem a túlnyomó része, hogy igazából nem azért jöttünk ide ebbe a terembe most, mert mi úgy döntöttünk, hanem ez valami, ezt nem is próbálják magyarázni ilyen tényeket, hanem azt mondják, hogy nem is lehet, hogy mi önállóan döntsünk, mert atomokból állunk, az atomokat, mint tudjuk, fizikai törvények irányítják, tehát mivel a szervezetünk atomokból áll, azok a fizikai törvények irányítják, tehát szabad akarat nincs. Értesül? Világ. Nem is lehet. Érdekes. Hát, hogyha nincs más, csak fizika. Biológiát az emberiség elmulasztotta még eddig a biológiát kidolgozni, illetve aki kidolgozta, amikor a Bauer elvintőt, elmulasztott az emberiség figyelembe venni. És ezért most azonban mégis egy nagy fordulat előtt állom, mert a 21. század az a biológiai évszázada, és Bauer Erwin sem él hiába, és sokan dolgozunk azon, hogy Bauer Erwinnek a munkáját előhívjuk a feledésből, és folytassuk, és ez a könyv is arról szól, ez az Élő Világegyetem könyve. Lényeg az, hogy olyan állapotok uralkodnak ma, hogy addig, ameddig a biológia nem válik újra, nem válik egy olyan tudományá, ami az életet fölértékeli majd, addig olyan állapotok uralkodnak, hogy a materialisták azt mondják, hogy nem tudunk önállóan dönteni semmiben, mindent a fizikai törvények döntenek el, de nem hiszem el azt, hogy a legmegrőzöttebb materialista is az édesanyja szemében nézve azt gondolja, hogy az édesanyja egy élettelen gép. De azért azt látni kell, hogy van egy Richard Dawkins, aki ilyen népszerűség hajház és ilyen szenzációs
bombasztikus frázisokat pufogtat, mint például, hogy önző gén, és ilyesmiket, és rendkívül nagyra besült, dicső korunkban ő egy nagyon sikeres szerző, de egyébként sok értelmes gondolata is van, tehát az ő szellemi képességeknek nem áll hiány, csak éppen olyan irányzatot gondolkodik, a materializmusnak egyik szélsőséges képviselője, és ilyeneket írt. Az anya olyan gép, amelyet arra programoztak, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a benne ülő gének másolatainak terjesztésére. Most én el tudom képzelni, hogy ez az úr, továbbra is azért tartjuk embernek, hogy el tudom képzelni, hogy ő, amikor ugye bemegy a munkahelyére, ahol kapja a fizetését, akkor ő képviseli a hivatalos madrasta nézeteket. De szerintem, amikor civilben van, és az édesanyjának hazamegy, és az édesanyjának a szemében néz, akkor szerintem nem biztos, hogy tartja magát a munkahelyén kötelezőnek a nézetekkel, és nem vagyok benne biztos, hogy tényleg azt gondolja, hogy az ő személyesen az ő édesanyja is egy olyan kép, mint amit ő egyébként a könyveiben terjeszt, hogy mi. Mindenesetre most már azt hiszem, hogy még sok mindenről lehetne beszélni, de szeretnék egy utolsó gondolatot elmondani. Igen, tehát ez pedig a következő. És erre fut ki az egész könyv, ez tulajdonképpen a jövő társadalmának a megvilágítása. Hogy a minden egyes élőlényről be lehet bizonyítani, és én bebizonyítom, hogy a könyvben is érzékeltetem, megjelent erről szakmai folyóiratban is cikkem, hogy minden élőlény szükségképpen önálló döntéseket hoz, és kell hoznia, anélkül nem élhet. A fizikai törvények azok olyanok, hogy sem egyik életterületre sem hoz döntést, de az élőlények nem kerülhetik el, hogy döntsenek, mint ahogy a lejtett madár, és amikor talánból lejtjük azt, hogy hova repüljön, valamit el kell dönteni, mert különben úgy viselkedik, mint egy élettelen test. Tehát minden élő lénynek döntést kell hozni. Tehát van egy önállóság. Ez az önállóság, ez azt jelenti, hogy van egy énje. Ez az én, ez valami testetlen, amit nagyon érdekes lenne megvilágítani, hogyha esetleg majd valaki fölteszi ezt a kérdést, szívesen megválaszolom, de most megyek tovább a legfontosabb kérdésre. És ez pedig az, hogy minden élő lénynek van akkor egy önálló énje, és ugyanakkor a természet törvények azok bár láthatatlanok, de mégis valóságnak a részei, tehát nem anyagiak, hanem valamiféle anyagtalan valóságnak a valóságot alkotnak, ami irányítani képes az anyagnak a viselkedését. Tehát az igazi valóság az, amelyik az anyagot is irányítja, és ez, ami irányítja az anyagot, az élet és a tudat, és ennek vannak törvényei, a természettörvények, ami például az életnek az alaptörvénye az, hogy mindig a legmagasabb pontot keressük a halál fölött, tehát az életképességnek a legmagasabb megőrzését, vagy kivívását, ezt megfogalmazni Bauer elve. És a másik, tehát ez az a természeti törvény, ami súg minden egyes élőlénynek, hogy merre menjen, vagy hogyan döntsön, de ez még nem elég a döntés, tehát a döntést minden egyes élőlénynek magának is meg kell hozni. Tehát ebből a láthatatlan és anyagtalan énből, és ebből a láthatatlan és anyagtalan természeti törvényből születik meg az a döntés, aminek a következménye az anyag viselkedésének a megváltozása. Tehát az egész világegyetemet átjárják láthatatlan természettörvények, amelyek megfelelnek az ösztönnek, és az egész világegyetemet átjárja egy döntésképesség, vagyis egyfajta szellemi erő, amelyik minden egyes élőlényben is jelen van. Na most, hogyha ez így van, akkor a világegyetemet úgy tekinthetjük, mint egy hatalmas elmét, mint egy kozmikus elmét, amelyiknek, mint maga is egy élőlény, akkor neki is van egy külön döntési jogköre, ahogy a pénzügyminiszternek van egy külön kerete, amit nem kell a költségvetéstől felhatalmazást kérni, saját maga döntheti el, hogy mire fordítsa, minden egyes embernek megvan a és egy élőlény, neki is megvan a saját döntési jogköre, tehát a világegyetem egy alany, egy személy, amelyik személyesen tud dönteni, és hogyha él, akkor szükséges is, hogy döntsön, mert ha nem dönt, akkor úgy viselkedik, mint egy élettelen test, de hát, hogyha úgy viselkedik, mint egy élő lény, akkor döntenie kell, tehát szükségképpen létezik az élő világegyetem, szükségképpen folyamatosan dönt, vagyis alanyként cselekszik. Na most ez azt jelenti, hogy a világegyetem egésze egy kozmikus elme. Ebben a kozmikus elmében él az emberiség.
az emberiség tehát egy elmének, mondjuk úgy, hogy ez egyik agyközpontja. Na most ez az emberiség ma olyan állapotok között él, amit úgy szoktak nevezni, hogy atomizált társadalom. Tehát egymástól különálló emberek egymástól különálló módon akarnak érvényesülni az itteni fogyasztói társadalom által feltalált játékszabályok szerint. Tehát nem a természeti törvények előírta célok felé, hanem egy a fogyasztói társadalom által a rólunk elé rakott célok felé. És ez azt jelenti, hogy olyan állapotok uralkodnak ebben a kozmikus agyközpontban, ami az emberiség, hogy az egyes idegsejtek, ami mondjuk megfelel egy-egy embernek, mert van 7 milliárd ember a Földön, az agyunkban egyébként van mondjuk 40 milliárd idegsejt, tehát még a nagyságrend sincs túl távol egymástól. Tehát úgy képzelhetjük el az emberiséget, mint egy olyan agyközpontot, ami egy nem jó agyközpont, hanem rossz agyközpont, mert az idegsejtek nem azzal foglalkoznak, hogy az egész agynak a tevékenységébe bekapcsolódjanak, hanem individualista idegsejtekről van szó. Mindegyik saját maga akarja kikaparni a gesztenyét, lehetőleg a többiek rovására. Ugye kaparkúrta neked is lesz, minden ember minden embernek a farkasa, és az emberiség történelme, háború történelme, az idegsejtek tehát akkor ebben a kozmikus agyközpontban eddig jó szerint azzal töltötték az életüket, hogy a látásközpont, mondjuk az agyközpont, az harcol a beszédközpont, az ember elviselhetetlen számára, hogy a beszédközpont mit akar annyit. Ugye, és akkor így zajlanak az állapotok. Így az emberiség történelme, hogyha a háború történelme, akkor valamilyen viszonyok uralkodnak. Ehelyett, és az nem igazán kedvező az embernek sem, ehelyett törvényszerű, hogy ahogy a sejtek együttműködnek a saját szervezetünkben, a sejtek természeti lények, nem tagjai egyik pártnak sem, nincsen pártakönyvük, nem tagjai egyik vallási felekezetnek sem, ők egyetlen egy valaminek a tagjai, és a részei, és az egészei, és az úgy hívják, hogy a természet, a világegyetem, az élő világegyetem. És ez mi ilyen lényegből állunk, ha tetszik, ha nem. Lehet, hogy vannak pártagok, ugye biztos vannak az emberiségben sokan pártagok, sokan megszállott hívei ennek, vagy annak, vagy amannak a szélsőséges, vagy nem szélsőséges nézetnek, de még a materialistáknak a szervezete is sejtekből áll. És az ő sejtjei a természetnek az elkötelezett hívei, és nem a materializmusnak. Tehát tulajdonképpen, hogyha a materialista nem akar meghasonulni a saját sejtjeivel, akkor kénytelen tudomásul venni, hogy jó, hát én igazából materialista lettem, vagy, de azért azt látnom kell, hogyha nem akarok a sejtjeimre rossz viszonyba kerülni, akkor nekem a sejtjeimtől kell tanuljak, és a sejtjeimmel kell összhangban legyek, és a sejtjeim természeti lények, akkor nekem is természeti lénynek kell legyek. Úgy kell érezzek és gondolkozzak, hogy fogékony legyek a sejtjeimből felém áradó érzésvilágra és gondolatvilágra, mert azok úgy fognak repíteni, ahogy a természeti erők szoktak, vagyis elemi erővel, vagyis végtelen hatékonysággal, a tökéletesség szélső határa csúrva. Tehát a nem szükségszerű, hogy ezek az idegsejtek ebben a kozmikus elmében egymás torkának az átharapásával teljen az életük, hanem az a szükségszerű, hogy ahogy a sejtjeink szinte tökéletes módon együttműködnek, a szervezetünkben 60 ezer milliárd sejt van. És ez a 60 ezer milliárd sejt rendszerint, ahelyett, hogy a látóközpont azzal foglalkozna, hogy a beszédközpontot elfoglalja, ugye ahelyett nagyon jól megvannak egymás, és ezt így ágába se jut, hogy egymás ellen ugorjanak, hanem együttműködnek a nagy egész célja érdekében. Tehát, hogyha mi egy agyközpont vagyunk, akkor nekünk is tulajdonképpen a természetes feladatunk megvan. Van értelme és célja az életünknek, mégpedig az, hogy a nagy egésznek a céljait tövessük. Vagyis a világegyetem céljait tövessük. Fölvegyük a kapcsolatot a bennünk élő végtelen erővel. Fölvegyük a kapcsolatot az igazságra, a szépségre, a jóságra irányuló végtelen és felszabadító erővel. Bele merjük vetni magunkat a saját életünkbe. És úgy tudjunk együttműködni, ahogy a sejtjeink együtt tudnak működni. Tehát, hogyha a sejtjeink a tökéletesség szélső határán súrolva együtt tudnak működni egymással, amikor a mi szervezetünket egy értelmes módon cselekvőképességgel ruházzák fel, akkor az emberek is képesek úgy együttműködni, hogy az emberiség, mint egy értelmes, magasabb szintű szerveződés, értelmesen tudjon cselekedni, mint emberiség. Vagyis rendelkezni tudjon a jövője fele az emberiség. Tudja magát irányítani, mint egy egységes élő szervezet, amelyik nem egy önző, rákos sejt a világegyetem agyában, hanem amelyik
a világegyetem agyában, a világegyetem elmetevékenységébe akar bekapcsolódni, mert ez a természet szerinti feladat. Tehát az emberiségnek kirajzolódik a jövője. Természet szerint bármit is gondolnak az egyes sejtek ebben a kozmikus agyban. Az emberiségnek megvan a természetes jövője, megvan rajzolva, és ez nem lehet más, mint az, hogy az emberiség meg tud megtanulni úgy együttműködni, hogy egy jó agyközpontja legyen a világegyetemnek, ennek a kozmikus elmének. A tökéletesség szélső határa súrolóan együttműködjünk, vagy megközelítünk, együttműködjön az emberiség minden tagja az összes többi tagjával. És hogyha ez megtörténik, akkor mi fog bekövetkezni? Egészen biztos, hogy ugyanaz, mint amikor a mi agyunkban mondjuk egy beteg agyközpont hirtelen egészségessé válik, ugye akkor ő is akkor a beszédközpontunk megjavul, a sejtjeink, a látóközpontunk megjavul, az idegsejtjeinken átáramlik az egész szervezetünk akarata, az egész elménk, az egész lényünk meg tud valósulni, és az egész lényünkön átfolyó érzés és gondolatvilág átfolyik az idegsejtjeinken, vagyis a mi, mint a kozmikus elmének a tagjai, kozmikus elmének az idegsejtjei, át fog folyni rajtunk minden nap reggeltől estig a mindenség érzésvilága és gondolatvilága, a mindennapi életünknek az alapvető része és lényegi és irányadó része az lesz, hogy a mindenség kozmikus érzés és gondolatai átáramlanak rajtunk, életvitelszerűen minden nap reggeltől estig. Tehát mi jól járunk ezzel, mert a mindenség gondolkodó és érzőképessége az le a kalappa, ugye az korlátlan, mert a mindenség minden létező egységes egésze, tehát semmi nincs rajta kívül, semmi nem akadályozhatja. Tehát akadálytalanul a tökéletesség szélső határán súlyon tud érezni természetes érzéseket, életadó, életsegítő érzéseket, felemelő érzéseket, akadálytalanul, kozmikus, elemi erővel. Hát ilyen érzések várnak ránk, hogy ez legyen az életünknek a része, mindennapi tevékenységünk, nem egy bedeszkázott égboltok a megnyomorított embernek a tengődéséről lesz a jövőn, hanem fordítva, a deszkák szépen lerepülnek, és föllélegzik az emberiség, és röpülünk egy olyan jövő felé, amiben megtanulunk embermódon együttműködni egymással, úgy, hogy ez az egész emberiségre kiterjedjen, és akkor el fogjuk érni azt, hogy a mindenség érzései nap mint nap és gondolatai keresztül áramoljanak rajtunk, vagyis áttöltsön bennünket a minden tudás és a mindenség kozmikus érzésvilága, ami mostanában azt mondják, hogy ez a kozmikus tudatosság ez az ember életnek a csúcsélménye. Tehát csak ez mondjuk egyszer-egyszer egy-egy különleges életben, egy-egy különleges pillanatra adatik meg, de ezek szerint a jövőben minden emberre ez vár, és nem egyszer-egyszer egy élet folyamán, hanem minden nap folyamatosan. Tehát jól járunk. De még azt szeretném hozzátenni, hogy nem csak, hogy mi fogunk jól járni, tehát kár kimaradni ebből, kár ezt akadályozni, és így tulajdonképpen ember igazából nem igazán törekedhet arra, hogy egy ilyen folyamatot akadályozzon, hanem arról van szó, hogy nem csak az emberiség jár jól ezzel, hanem a mindenség is, mert a mindenségnek az agyközpontja attól kezdve ugrásszerűen egészségesen kezd működni. Tehát mi nem csak magunknak teszünk ezzel jól, hanem mellékesen, mint egy mellékhatásként a világegyetemnek is teszünk egy nagyon nagy jó szolgálatot, mert a világegyetemnek adunk egy jó agyközpontot, egy rossz agyközpontot. És így aztán a világegyetemnek, hogyha elkezd rendesen működni az agyközpontja, akkor egy más tudatállapot, az is fölmerül, hogy egy másik tudatállapotba kerülhet, egy megtisztult, magasabb tudatállapotba, ahogy az emberiség annak idején a Homo sapiens emberré vált és megjelent egy magasabb tudatállapot az emberi öntudat, az értelemnek egy olyan szintje, amikor egy újabb síkon kapcsolódik össze a világegyetemmel az ember, az emberi értelemmel, a megértés révén. Ugye úgy a mindenség közelebb tud kerülni önmagához, a teljességéhez azáltal, hogy az agyközpontja rendesen kezd működni. Tehát szinte egy megvilágosodott tudatállapotba tud kerülni a világegyetem, és hogyha ez megtörténik, akkor az anyag, a kozmikus anyag és a kozmikus tudat egymással való kapcsolata sokkal képlékenyebb lehet, mint amilyen most. Az anyag sokkal könnyebben tud válaszolni majd a kozmikus tudat kérésére, vagy érzésére, vagy szavára, mint ahogy most. Vagyis óriási, új kozmikus távlatok nyílhatnak meg a mindenség, a világegyetem fejlődése előtt. Tehát nem akármilyen távlatokról van szó,
Ez a természetes világszemlélet, aminek az alapgondolatait próbáltam itt, alapgondolataiból néhányat tudtam itt ismertetni, amit ebben a könyvben szerepelnek, ezek valóban mélyreható, alapvetően az életünket képesek átalakítani. Így, itt, ahogy most vagyunk, ebben a teremben, ahogy kilépünk ebből a teremből, és hosszú távon a gyerekeink jövőjét, az emberiség jövőjét olyan módon tudják megváltoztatni, megvilágítani és emberivé változtatni, amire még az emberiség mostanáig nem is gondol. Pedig természetes és természetszerű. Minden ember képes megérteni és képes belátni, hogy hát a fene egye meg, hát tulajdonképpen ennek itt kell lennie, mert másképp nem is nagyon lehet. Mert egy artist vannak, de nem lehet az a feladata, hogy ezeket az áldatlan viszonyokat tartósítsa. Hát azt lehet mondani, hogy az egész életem ezeknek a gondolatoknak egyében telik. Nem csak a csillagászati munkám is a megjelent tanulmányaim, hanem a zenekaraim is. Ez az Élő Világ Egyetem könyve, ami most itt is szerepel. Aztán ez a történelmi központi titkai megvilágító alapvető munka, édesapámnak a munkája, Grantiak Ender munkája. Az Attila és a Hunok, ez szintén egy olyan könyv, amit Aradi Éva, a kitűnő indológus és hunológus, a hunok kitűnő szakértője, ő írt egy 10 oldalas ismertetőt a könyvről, azon, hogy ötször olvasta el a könyvet újra és újra, annyira tartalmasnak és érdemesnek látta. Aztán itt a királygyilkosságokról, matematikai, itt édesapám félretett mindenféle történelmi előítéletet, és a legelfogulatlan tudományhoz fordult a matematikához. Beszélnek a számok. Ki melyik uralkodó, hány évig uralkodott? Az föl van jegyezve, hogy István ekkor lépett trónra, ekkor halt meg, eddig uralkodott. Az összes uralkodóról ezeket a számokat összegyűjtött, és utána követett egy kérdés. Hány gyerekkorról, hány olyan uralkodó volt, aki mondjuk 18 éves korra előbb került a trónra. És kiderül, hogy sok olyan uralkodó, aki 3-4 évesen került trónra, de 7-8 évesen már meghalt. Tehát ezek igazából nem teljesítmény uralkodók. És akkor ezeket mind számszerűsítette, és így táblázatok készültek el, és ezek a táblázatokban a matematika, tehát félretéve minden történelmi elfogultságot, ezekből a matematika ordít, hogy mi történt Magyarországon, a magyar királyokkal. Úgyhogy elképesztő, amit a számok mondanak, és hát mivel a számok mondják, hát nehéz ellentmondani. A királyi mágusok ősnépe magyar, ez az első emberiségről szól, vagyis arról, hogy hogyan gyulladt ki az öntudat fénye az emberiségben, 10-12 millió évvel ezelőtt, és akkor még egységben éltünk a mindenséggel, tehát ez a jövő, amit fölvázoltam, ez nem annyira távoli a valóságtól, mint ahogy azt esetleg most ebből a táblából látszik, ahogy a fogyasztok a 21. század elején, mert nem olyan régen még egy ugyanilyen világban éltünk, még pedig évmilliókban át. Ezt a kort hívták aranykornak. És hát erről ezt a kort hozza közelebb és világítja meg egy-két alapvető kérdését, ez a királyi mágusok és a magyar. Ez pedig a karácsony, az emberiség legnagyobb ünnepe. Erről utána néztem, hogy honnan ered, mert csillagászként rájöttem arra, hogy a világfa, hogyha a világegyetem él, akkor növény alakban lehet egy fával jellemezni, vagy jelképezni. És hogyha a világfa, akkor tulajdonképpen az azt jelenti, hogy láthatatlan valami megfelelő a természettörvényeknek, és ezen a láthatatlan ágakon vagy törzseken ott ragyognak a csillagok, ugye, mint amik a természettörvények következményei. Tehát akkor megjelent előttem egy csodálatos világfa, amint fények ragyognak a csillagok, parányok is fények. És akkor megjelent előttem a parányokba, és akkor rájöttem arra, hogy ezen az alapon jöhetett létre annak idején az emberiség úgy találta fel a parányokat, mert nincs a Földön más olyan van, amint fények világítanak úgy, mint a parányokat. De hát ez akkor viszont nem 1600-as években jelent meg akkor a karácsonyfa eszmény, ez valószínűleg, mert ez egy időtlen gondolat. Elkezdtem utána menni, és így föltárul egy-két ajtó, egy-két sok ezer éve bezárt kapu, és aztán ez bevilágított odáig, hogy 4000 évvel ezelőtt szaka amazonok vitték a karácsony ünnepét Babilonba, és hát a Duna medence területéről is itt van. Tehát nagyon érdekes, a magyar ősvallás szempontjából kulcsfontosságú könyvről van szó. Aztán itt van a Vágtados Odaszarvasnak erről a lemezéről, írták, hogy nincs más olyan zenekar a világon, amelyik a magyar népzenének a máigható őserejét ilyen hiteles módon tudná átadni a magyarságnak, vagy a világ bármelyik népének, mint a Vágtados Odaszarvas zenéje.
és hát itt van a legújabb lemezünk, ez a Csillaglovaglás, ez a második lemezünk, ez a Rachel Ázsia. A másik zenekar, amiben játszom, az a VHK, Vágtáz a Halottkének, és erről azt írták, hogy minden idő legjobb hangsárvány zenekara, és ennek a Korgoszél című lemeze különlegesen olcsó, és a legújabb lemezünk most jön meg nemrég, Bert haradt a Csillagok címmel, és hogyan tud a szellem hatni az anyagra? Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. Hogyan hat egy testetlen szellem hat? Most egy pár beszédet szeretném megvilágítani, nem lesz hosszú. Remélem, hogy csak 2-3 perc az egész, tehát a következő. Egy pár beszéd, a materialista azt mondja, hogy nincs olyan, és nem is lehet, hogy egy testetlen szellem az nem tud hatni az anyagra. Én azt mondom, de igen, a karomat én emelem föl, és akkor biztos, hogy én emelem fel a karomat, én jöttem ide a terembe. Tehát biztos, hogy az akaratom, az biztos, hogy képes arra, hogy az anyagot mozgassa. Erre azt mondja, hogy te tisztázunk valamit. Neked azt mondod, hogy van egy szellemed, van egy akaratod. Testi ez az anyagod, ez az akaratod, vagy nem? Vagy testetlen? Hát mondom, testetlen. Azt mondja, hogy rendben van, jól tetted, hogy ezt válaszoltad, mert hogyha azt válaszoltad, hogy testi az akaratod, akkor azt kellettem mondjam, hogy atomokból áll, az atomoknak a törvényei, a fizika törvényei, tehát akkor a fizika irányítaná a viselkedésedet, és nem te. Tehát akkor nem lenne akaratod. Tehát jól válaszolt azt, hogy testet nem, mert ez az egyetlen esélyed arra, hogy tényleg a saját akaratod szerint viselkedj. De most akkor jön a másik véglet, ugye, hogy azt mondod, hogy akkor testetlen. Na most, hogyha testetlen, akkor az olyan, mint egy kísérlet. Most akkor még egy pontosítást vett fel a materialista, hogy ennek a kísérletnek milyenek az ujjai, testetlenek vagy anyagiak. Mondom, hogy én milyen testetlenek nyilván. Na azt mondja, Attila, akkor most megfogtalak, mert egy testetlen kísérlet nem tud az anyagi mindenkitől zongorázni. Mert ugye a kísérletek azok átszaladnak a falon, és hogyha az zongorázni akarnak, mivel az ujjuk is átszaladnak a zongorabillentyűn, tehát egy testetlen szellem nem tud, egy kísérlet nem tud zongorázni a anyagi mindenkitől. Tehát akkor bevezetettem, hogy akár így, akár úgy, ha testi, ha testetlen, mindenképpen nem tud hatni az anyagra, mondja a tanulmányozó, hogy győződő kérdés. Egyszer és mindenkor a végére bizonyította számomra, hogy én tévedek, és ő neki van igaza. És a következő, sokat gondolkodtam ezen, végül is 15 éves szellemi előfeszítéssel, egy kicsit szégyenkezve, de bevallom, sokat gondolkodtam rajta, és így elértem egy Marx-Ernyi eredmény, de ez a Marx-Ernyi eredmény, ez azért értékes, mert sokan még ezt a Marx-Ernyi eredményt sem értékel. És igazából azt lehet mondani, az emberiségnek ma, több mint 2000 év óta ez az első számú megoldatlan kérdése, és ezt a Marx-Ernyi eredményt, amit én elértem, még egyébként nem érték el. Hol van ez a Marx-en? Következő. Hogy igaz, hogy az akaratom testetlen, de nem olyan, mint a kísértetek. Mert a kísértetek azok lehet, hogy léteznek, lehet, hogy nem. Tudományos szempontból a kísérteteket nem létezőnek tekinthetjük. Az akaratom viszont létezik, és az akaratnak különböző fokozatai vannak, van akinek erős az akarata, van akinek gyenge, és az akarattal óriási dolgokat lehet elérni. Ha van egy cingár gyerek, és elhatározza, hogy ő megerősödik, akkor pár év múlva olyan izmozatot fejleszett magának, hogy azt az akaratának köszönheti, és hogyha apa hagyja, akkor pedig ugye megállhat a fejlődés. Tehát az akarat az, amivel az emberiség jutott valamire, tehát az akarat az olyan valóság, mint hogy csak na, tehát az akarat nem olyan, mint a kísértet, hanem az akaratot tudományosan el kell ismerni, mint valóság. Na most, nem csak arról van szó, hogy az akarat valóság ellentétben a kísértettel, hanem arról is, hogy az akaratnak fokozatai vannak, az akaratnak energiája van. Ha valakinek erős az akarata, sok energiát tud magában mozgósítani, tehát az azt jelenti, hogy az akarat az egy olyan valóság, aminek energiája van. Na most mi az energia? Az energiára azt mondják, hogy ez munkavégző képesség, a fizikusok is itt határoltak meg. Tehát, hogyha az akaratnak van munkavégző képessége, akkor le tudja nyomni a billentyűt. Na most az az érdekes ebben a megoldásban, hogy a fizikusok szerint véletlenül keletkezett az élet, véletlenül jött létre a világegyetem,
minden véletlen, és az, hogy itt vagyok a teremben, az is tulajdonképpen véletlenül történt, és az anyagi folyamatokban van egy bizonyos véletlen, ami megsérti az okság törvényét. Ráadásul, hogy van egy kvantumfizikai magyarázatot is találnak, és ezt én kidolgoztam, csak hogy nincs időm, nem fér bele a 2-3 percben, hogy létezik egy, a kozmikus űr az nem üres, hanem folyamatosan születnek benne részeske, antirészeske párok, amit régebben éternek neveztek, 2000 évvel ezelőtt éternek nevezték, és a hőmozgáshoz hasonlóan ott vibrálnak ezek a virtuális félig szellemi részeskék, az elemi részeskék, és az antirészeskék, és egy ilyen részeske, antirészeske pár az bármikor születhet, mondják a fizikusok, mert a pozitív és a negatív töltések kiegyenlítik egymást, minden, az részeske, antirészeske minden töltésben kiegyenlítében, egy kivétel az az energia, hát az energia megmaradása sérül, és akkor ebben egy ilyen folyamatban, de ezzel magyar, de hogyha ezt elfogadjuk, és ez a kvantumelmélet a határozatlanság relációja szerint elfogadható, akkor végül is így mindent a véletlenre lehet magyarázni. Na most én azt mondom, hogy az biztos, hogy én emelem fel a karomat, tehát kell, hogy legyen egy biológiai ok, az akarat, ami testetlen, de energiája van, munkavégző képessége van, és akkor ez hat a kvantumvákumra, az éterre, ez idézi elő azokat a részeske, antirészeske pároknak a keretkezését, amit a fizikusok azt mondják, hogy megsérti az energia megmaradást, tehát nem kell megsérti az energia megmaradást, mert az akaratomnak energiája van. Azt mondják, hogy véletlenül jönnek létre ezek a részeske párok. Nem kell, hogy véletlenül létrejöjjenek, mert az akaratommal hozom létre, tehát nem oktalanul jönnek létre, hanem van okuk, egy biológiai okuk, egy élő lénynek egy bizonyos döntése idézi elő. Tehát az okságnak, az okság egyetemes elve, az olyan alapvető elve a tudománynak, hogy az senki nem meri kétségbe vonni, kivéve ebben az egyesetben. Na most nekem annak idején mindig azt mondta a tanárom, hogy az iskolában nem szabad elkésni. Én nem is késtem el, kivéve ma. Azt olyan nincs, hogyha ma elkéstél, akkor nem mondhatod azt, hogy te soha nem késtél el, ugye, kivéve ma, mert akkor a mindig beletartozik a ma is. Tehát olyan nincsen, hogy az okság elve mindig érvényes, kivéve a részeske, antirészeske párok keletkezésével. Olyan sincsen, hogy az energia megmaradás törvénye mindig érvényes, kivéve ugyanezt a folyamatot. És én ugyanezt az egy folyamatot mondom, mivel ez fizikailag határozatlan, nincsen fizikai oka. Ha nincsen fizikai oka, akkor akkor nincs teljesen meghatározva a fizika által. Hiába mondják, hogy a fizika minden teljesen meghatároz. Nem határozott minden teljesen, mert a kvantumfizika rájött arra, hogy ebben a parányi kis méretben nem nincsenek teljes mértékben meghatározva. Tehát ez az a kis lyuk, ez az a kis ajtó, ahol az akaratom be tud avatkozni. Ez nincsen fizikailag meghatározva. Tehát ezt meg tudom határozni biológiai alapon. És mivel minden egyes elemi részecskének van egy ilyen kis mozgástere, és az atomjainknak a száma 10^28-on, egyetlen egy, ez azt jelenti, hogy több atom van a szervezetemben, mint ahány csillag az égen, sokkal több, akkor ez azt jelenti, hogy ezek összeadódnak. Egyetlen egy molekula súlynyi mennyiség, Avogadro számba valakulak, 10^23, 6-szor 10^23-an. Vagyis ugye 1 milliárd az 19-en. Akkor a 10^23 azt jelenti, hogy 19-en szer 19-en szer 100 000, vagyis milliárdszor, 100 000. És ezt még 6-tal meg kell szorítani, az az Avogadro szám. És ez van benne egy molekula súlynya. Ennyi molekula van egy molekula súlynyi térfogatban. Tehát csillagászati számnál is csillagászati számad. Sok ilyen kis parányi határozatlanság van, amik összeképesek adódni. És hogyha összeadódnak, akkor úgy rögzítik ezt a karomat, ahogy csak én parancsolom. Én csak egyszerűen azt óhajtom, karom emelkedj fel, és mit tesz a karom? Tehát egy mágikus varázslat valósul meg. Az akaratommal le tudok nyomni billentyűt, és a materialista kénytelen belátni, hogy ezt nem tudja megmondani, nem, hogy ezzel megszápoltam az érvelését, ráadásul még fizikailag is értelmezhető módon, ráadásul olyan módon, hogy az energia megmaradás is az okság egyetemes törvényét, az egyedül az én elképzelésem az, ami nem sérti meg, sőt a biológiai okságot is lehetővé teszi. És így van egy olyan tény, amit meg tudok magyarázni, és nincsen fizikus, aki meg tudja magyarázni, pedig mindennapi tény, mert a fizikusok azt mondják, hogy nem én mozgatom a szervezetemet, hanem a fizikai törvényt. Akkor én viszont bebizonyítom, hogy én mozgatom, mégpedig hogyan, úgyhogy én tudom előre, hogy a kis ujjam mikor fog elhajlani. Például a következő másodpercben fogadni vernék, hogy
száz lovat teszek egy ló ellenében, hogy be fogom hajni, mert őt a másik lesz. Tak, tessék. Nyertem 100 lovat. Tak, még egyszer 100 lovat. Annyiszor gyerek 100 lovat, annyiszor értem, új kedvenc szottyám. Ugye, tehát az azt jelenti, a matrista azt jelenti, hogy lehet, hát ne hülyes ki Attilát, neked a szellemed az annak talán, hát hol van itt valami, az elméletem, mert valami hiba kell lenni, hát te már halomra nyered magad, hát már annyi lovat nyertem, nekem nem maradt semmi, hát hogy lehet azt, hogy te mindig pont akkor lehet, hát az én elméletem, az én számításaim szerint, ugye, csak az atomok mozgásának a véletlenszerű fordulata vezethetne oda, hogy mindig, hogy behajlik a kisujjam. Én azt honnan tudhatnám, hogy ahogy az atomjaim most hogyan mozognak, fogalmas is megmondom őszintén. Nem tudnám betáplálni a számítógépen, hogy hol tart a kisujjam most a megvalósulásnak belül ezen a csodálatos nirvánra beli magaslatán, ugye? Nem tudnám ezt a sok adatot betáplálni, de azt viszont ennek, attól, hogy fogalmam sincs, hogy ezek az atomok most milyen viszonyban vannak egymással, attól kérdezik, tökéletesen biztos vagy benne, körülbelül másra tudjam, tak, és tessék már. És azt meg tudom valósítani akkor is, hogyha oda jön az összes szkeptikus, és azt mondja, hogy hát a múltkor a panelhajtó is azt mondta, hogy meg tudja hajtani a panelat, aztán amikor oda ment a tévé, akkor nem tudta megcsinálni. Én meg tudom csinálni, akárhány tévé jön, akárhány szkeptikus, úgy behajlítom a kisemet, mint a pi. És nem veszek lámpalázás, és úgy fogom nyerni halomra, hogy csak úgy bele kell, hogyha olyan fogadat tudom, hogy én nyerek. És minden meg fogok nyerni. Na most ez mivel magyarázza? A világos, hogy az a mindennapi tapasztalatnak tökéletesen megfelel. Ugye, hogy mi irányítjuk a testünket. Különben a vállalatvezető milyen alapon várna el, hogy holnap menjenek a munkásai dolgozni, hogyha az teljesen véletlenszerű, és a fizikai törvény. Hát te miért nem jött egy hát a fizikai törvény nem tudom, hogy érvényesült meg, de miért sem azt jöttem észre, hogy 10 komiót fekszem az ágyon. Ugye, hát ez nem magyaráz meg. Hát akkor nem kell születés foglalni meg a vállalatvezető. Tehát a társadalom nem úgy működik, ahogy ezt a materialista elképzelte. Teljesen más vagyok. El van téve, az józan eszejárt, agylágyulás kapott. Ebben a kérdésben, az ilyen kérdése, ami nem a fizikai laboratóriumi kísérletekre vonatkozik, hanem ahol már élő lények vannak, ezek úgy fittyethánynak ezeknek a modellista érveléseknek, ahogy csak kell. Tehát látható, hogy bármennyire is elégedetlen bőzögi a modellista, hogy ő milyen tökéletesen zár az érvelése, szóval a valóságban mégis van csak egyet szeretnék megkérdezni öntől, hogy ez az elmélet, amit ön felállított, tulajdonképpen mennyire van közel Istenhöz, tehát ön mit tart erről, mert még egyszer sem hallottam az előadás során, hogy létezik ilyen, holott a szeretet, az emberi érzések tulajdonképpen Istentől is fakadhatnak. Tehát miért erről önnek a véleménye? És hogy a túlvilági élet, amelyet a vallás hirdet, ennek tulajdonképpen van-e köze valami ahhoz, amit ön itt elmondott nekünk a természetben? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nagyon fontos látni, hogy én úgy gondolom, és azért nem használom az Isten szót, ezt a kifejezést, mert a történelemben nagyon sok mindenre használták, és nagyon sokszor visszaéltek ezzel a kifejezéssel. Ez egy ősrégi kifejezés a magyar nyelv esetében is, ami teljesen más megvilágításba helyezi magának Istennek a miben létét. Ha visszaél vele valaki, ugye én nem akarom összekeverni a visszaélést az eredeti fogalommal, ezért kerülöm ezt a kifejezést. Viszont örülök, hogy megkérdeztem, mert így tisztázhatom, hogy valóban erről van szó. Én úgy gondolom, hogy az élő világ az egyetlen egy elfogadható jelentést tudok tulajdonítani Isten fogalmának, ez pedig az, hogy az élő világ egyetem. Amikor azt mondom, hogy egy alany, egy élő alany, aki személyesen hozza a döntéseit, és ez szerint cselekszik egy kozmikus szintről, avatkozik be a világ folyamataiba, ugye az önálló döntéseivel segíti ezeket a folyamatokat. Ezzel gyakorlatilag azt mondom, hogy Isten. Csak egyetlen azt látni kell, hogy ne tévesszük össze az összes többi Isten fogalommal, hogy az az Isten fogalom, amire én gondolok, az egy és csak egy összefüggésben érvényes, az élő világegyetem egészére vonatkozik. Tehát nem egy bizonyos személyre, nem egy bizonyos politikai vagy történelmi erőnek az alapjára, vagy szereplőjére, hanem egy időtlen idő óta létező, mindenható, a tökéletesség szélső határa súró, de nem feltétlenül tökéletes mindenben lényről van szó, amelyik től kapta minden élő lény is a önállóságát is.
És valóban azt gondolom, hogy mivel ez a kozmikus lény, ez a kozmikus elme, tulajdonosan, hogy ez a kozmikus élőlény, az, amelyik az élet, amelyik alapvető lényegében élő, tehát, és az életnek az alaptörvénye a legmagasabb távolság az élettelen állapottól, tehát a legmagasabb és legmaradandóbb boldogság, a legmagasabb és legmaradandóbb érzések, és legmaradéktalanabb érzések, tehát valóban bizonyos értelemben a szeretet, bár tulajdonképpen én azt mondom, hogy a szeretet szóval is visszaéltek, és hihetetlen mértékben, ezért is kicsit inkább talán másképp fogalmazni, de azt hiszem, hogy ebben nem feltétlenül szükséges, mert ebben teljesen egyetérthetünk, hogy itt való, egy olyan érzésről van szó, ami minden élő lénynek kedvezi, ami az élő lények közötti viszonyban is egy felemelő érzés, és akkor vagy egy isteni érzés, vagy egy nemes érzés, vagy egy természetes érzés. Köszönöm.